Sziasztok! Ez a kis szerkezet itt a kezemben, ismét a Gearbest-től vásárolt Alpha Wise T2056-os szónikus fogkefe. Egy nagyon szép csomagolásban érkezett, bár egy picikét ugye itt meggyűrődött, de ez nem probléma. Mi is van benne a dobozban? Kinyitom a dobozt, bár autókész már kint van. Egy nagyon egyszerű csomagolása van. Dobozhoz félre is teszem. Az utasítás található benne. Maga a fogkefe, az hát így szétszerelt állapotban érkezik. Ez nem érdekesebb. És kapok mellé még 3 darab pótfejet is, úgyhogy jó ideig elég lesz a használata. Tehát pótfejek ráadásul itt meg vannak különböztetve színbelileg, tehát egy kék, egy ezüst, egy fehér, és kapom ezt a fejet hozzá. Általában nem teljesen egyforma a kettőnek a vége. Én most per pillanat ezt használom, majd később, hogyha elhasználódik, akkor majd használom ezeket is. Ezen kívül kapjuk még a töltőt. A töltő az hát ilyen wireless töltő, majd úgy mondom. Tehát csak rá kell tenni, semmi fizikai kapcsolat nincs, tehát valamilyen elektromágnesesség elvén működő indukciós töltő. Na, most jutott az eszembe. Összerakni, tehát fogom ennyi tárcsat lakoztatom, és már működik is. Amint látjátok, 2 gomb van rajta, egy a bekapcsoló, egy pedig a mód választó gomb. A bekapcsoló már is egy funkció elindul, per pillanat itt látszik a fehérítő funkció van bekapcsolva, és következő, tehát ebben tudom váltani, hogy milyen legyen, ez például a masszás funkció, akkor maga a mosó funkció, clean, azt mondja. Tehát én ezzel használom hát többször, és van egy ilyen kis finom masszázs funkciós, tehát ilyen soft, vagyis finom funkciója van neki. Ami érdekes, az, hogy fél percenként megáll egy pillanatra. Ez az utasításban benne is van, hogy fél percenként ő meg fog állni, ebben jelezve, hogy mikor váltsunk helyet a fogmosásnak, tehát a fogunknak melyik részét mikor mossuk. Itt ott meg is állt, tehát fél percenként ebben jelez nekünk, hogy hát mikor kell helyet váltani a szájunkban fogmosás során. Jó, ki is kapcsolom. A töltés hogy történik? A töltés nagyon egyszerűen, tehát itt a töltőfej, ez itt most nekem be van dugva már a konnektorba, és ide ráteszem. Hopp, ennyi az egész, látszódik is, hogy itt pirosban már töltés alatt van, és amikor feltöltődött teljesen, akkor zöldre fog váltani. Tehát én akármikor levehetem, föltehetem rá, tehát bármikor töltés. Elég masszív kis töltő ez, tehát van neki súlya. Tehát majdnem olyan nehéz maga a töltőfej, mint a fogkefe. Sőt, én azt mondom, hogy a töltőfej, ez még nehezebb is. Úgyhogy masszívan ez itt van, ilyen gumilábakon áll, tehát ez innen nem nagyon tud elmozdulni se, tehát bármilyen formában én ezt ide-ide tudom tenni. Jó, akkor magukról a fejekről még valami, még pár szót. Nem bontottam ki őket, hogy maradjanak ilyen higiénikus csomagolásban. Könnyű utána rendelni őket. 3 darab ilyen fej, az körülbelül 3-4 euróért is már lehet a Gearbest-en találni, tehát nem egy ördöngőség az ára, úgyhogy ajánlom a használatát. Én nagyjából egy hete használom, azóta sokkal érezhetőbben, sokkal jobban érzem a szájamat, tehát sokkal jobban érzem a száj higiéniát, hogy úgy mondjam, mint a hagyományos fogkefével. Úgyhogy ajánlom mindenkinek. Most elmegyünk és kipróbáljuk, hogyan működik ez a valóságban. Nos, folytatom a videót, tehát itt látszátok, engem is láttok. Teszek rá egy kis fogkefét, egy kis fogkrémet,
Én úgy praktizálom ezt a fontosást, hogy beveszem a szájamba, és egy kicsit átkeném bele az összes fogamat. Tehát, így. És ezek után a szájamban beindítom a fogmosást. Jó, hogyha nem vesztük ki a fogunk szájunkból, mert szétcsapkod minden irányba, inkább kapcsoljuk ki. Elnézést, hogy így beszél, de tele van a szája. Nagyon bő habot készít a szájunkban ez a kis készülék. No, de majd most váltok, úgy közben, hogy halljátok ki is, hogy hogyan, hogy zümmög ez a készülék. Nos, köszönöm, hogy megnézted a videómat, köszönöm Leon a felvételezést, remélem tetszett, vegyetek ilyet, mert nagyon jó, tényleg. Komolyan, hírbe, te vagy a király. Köszi szépen, sziasztok!